Csapatunk vezetőedzőjével, Csertő Aurélal beszélgettünk itt Telkiben, az MLS edzőcentrumában. Hát a Paksi FC NB1-es történetében először van úgy, hogy a felkészülés az mindjárt egy edzőtáborral kezdődik. Miért gondoltad, hogy így kezdődjön ez a 2017-es téli alapozás? Igen, hát volt lehetőségünk most, mert ez nagyon fontos. Tehát jobb körülmények között tudunk itt készülni. A csapategységet is próbáljuk egy kicsit szervezni. Rendes étkezés van, jó körülmények, jó pálya, konditerem. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos, és van rá lehetőségünk, akkor ezt ki kell használni. Bár a felkészülésünk nem most kezdődött, múlt héten, tehát egyénre szabott edzés feladatok voltak, és azt elvégezték már srácok, tehát nem nulláról kezdtünk. Jó, hát ha jól tudom, azt akkor tudtatok is ellenőrizni, ugye? Egy bizonyos interneten keresztül. Így van, tehát ez egy GPS-rendszerű polláróra, amit tudunk otthon is ellenőrizni, tehát mondom, személyre szabott edzés feladatok voltak, és a srácok ezt maximálisan teljesítették. Említetted az itteni körülményeket. Most ugye azt tudjuk, hogy hát esett a hó, de gondolom ez nekünk annyira nem befolyásolja az elkövetkezendő egy-két napos felkészülésünket. Egyébként milyenek a lehetőségek itt a telki edzőcentrumban? Tehát professzionális. Tehát azért Magyar Labdarúgó Szövetség megteremtette a válogatottnak azokat a pozitív dolgokat és a munkához való feltételeket. Ezt most ezen a héten ki tudtuk használni. Tehát nagyon fontos számunkra, hogy ezt a hetet a végig tudjuk munkával tölteni. Említetted ugye, hogy már nem a héten, hanem korábban kezdődött az alapozás. Milyen állapotban vannak a fiúk? Fáradt. Hogy értékeled az eddig elvégzett munkát? Nem, hát inkább beszéljünk arról, hogy ez egy felkészülés, nem alapozás. Ilyenkor ebben az időszakban egy alapálló képesség az első rendű feladatunk. Fáradtak a srácok, de ez teljesen normál. A fáradtsághoz járult-e esetlegesen kisebb-nagyobb sérülés? Hát szerencsére csak kisebb sérüléseink vannak, remélem egy-két napon belül, akik megsérültek, azok újra edzésbe tudnak állni. Ez nem számít nagyon nagy kiesésnek. Jó, hát a felkészülési időszakban ugye főleg a szurkolóink körében és hát egyáltalán is ugye mindig téma az átigazolások. Ezekről nyilván gondolom neveket nem fogsz mondani, de azért mégis egy pár szóval, ha szólnál. Hát egy-két emberről lesz szó, tehát ha aki távozik, annak a helyére fogunk igazolni, tehát mondom maximum két ember mozgása lehetséges, várható. Posztokról esetleg? Hát posztokról nem, mert a távozó félből a Lackóról tudok beszélni, a Kemenesről és még esetleg a Kovácsról. Tehát ez a maximum, amit esetleg ki tudunk cserélni játékosokat, aki el akar menni, az helyére tudunk hozni. Értem. Jó. Hát lassan ugye az itteni felkészülés az lassan zárul, aztán következik az újabb hét hétfőtől, amikor majd szerdán már ugye az első meccsünket is lejátszuk. A jövő héten, illetve az elkövetkező egy-két hétben milyen feladatok várnak? Jövő héten már szerdán játszunk egy edzőmeccset, de közben hétfő-kedden két csoportban lesznek orvosi vizsgálatok, illetve plusz egy laborvizsgálatunk is lesz szerdán, és hát szombaton utazunk Törökországba, ahol már játék fogja megalapozni a munkát.